Na tehát megvan a főcímünk, egyetlen hibája van, hogy nagyon rondán az elején és rajta az embereken. Jó lenne, ha ez itt lenne lent. Vajon hogyan tudom a pozícióját megváltoztatni? Nézzük meg, hogyha itt kattintok felirat szerkesztése címszó alatt, akkor tudom-e a pozíciót itt változtatni? Itt nem tudom változtatni, még szerintem a haladó szerkesztő, amit szintén továbbra sem tudok megnézni, tehát ez a pozíció valahogy nem. Na nézzük meg akkor, hogy itt tudom-e változtatni a helyzetét. Nézzük meg, átalakítás. Ez mit jelent, hogy átalakítás? Hát valószínűleg ez nem kell nekünk, igaz? Mert ezt kisebbre meg nagyobbra tudom tenni. Nyomtam egy Ctrl-Z-t. Jó, és akkor már is ezt a dolgot békén hagyjuk, ezt az átalakítás dolgot. Nézzük meg a tulajdonságpanelt. Az átalakítást még próbáljuk meg visszavonni. Nem, semmi, ez rajta maradt ezen a pöttyön. Azért ez az, küzdök, mert hát én sem sokat dolgoztam ebből az appánssal, de tehát az a dolognak a lényeg, hogy ezt kéne nekünk valahogy ide levarázsolni. Azt mondja, hogy az alfa az biztos, hogy az átlátszóságát fogja megoldani, tehát ha már itt vagyunk, akkor akár be is állíthatjuk mondjuk 50%-ra, tehát mondjuk 0,5, mert az a 100% az teljesen látható, tehát azt látjátok, hogy alig látszik, jó, akkor legyen 80%, jó, hogy azért annyira veszélyes ne legyen, 0,8 veszővel elválasztva, kicsit átlátszó a szöveg annyira. Na nézzük a pozícióját, azt látjuk, hogy az időtartama az majdnem 0,8 másodperc, a gravitáció középre. Hopp, nézzük csak meg, hogy akkor ezt tudom-e változtatni. Mi az, hogy jobb gomb, aha, középen lent. Hopp, az a baj, hogy oda került valami kis pöcök, tehát ez nem változik. Nagyon jó. Akkor ez nem lett, nem jött be. Azt mondja, hogy tehát hol volt? Középre. Maradjunk ennél, hogy középre. Azt mondja, hogy nézzük tovább. Hopp, XY helyzet. Az egyetlen hibája a dolognak, hogy nekem gyanúm van rá, hogy ez most, ez az egész úgy, ahogy van, nem az egészet fogja, hanem annál a pozíciónál, ahol vagyok, ott fogja beállítani a helyzetét. Tehát húzzuk vissza a kurzorunkat a legaljára, a 0-0 pozícióba, tehát hogy a lejátszó fejünk a legelején legyen, és most próbáljuk meg a pozícióját beállítani ennek a feliratnak, méghozzá az Y-t. Azt mondja, hogy ez méretezés, az nem jó nekünk, akkor itt maradunk ennél, tehát nem akarunk még kicsevíteni. Itt van, bocsánat, fönt nézzétek meg, hogy XY helyzet, nem méretezés. Ezt akarjuk változtatni, és úgy látom, hogy a mínusz 10-re rögtön feljebb ment, akkor nekünk ebbe az irányba kéne, hogy haladjunk valahogy. Nagyon jó, 28-34, és már lent is van a pozíciója ennek a feliratnak. Nézzük meg, hogy innentől fogva a többi helyen hogyan lesz. Jövünk végig, mindenütt lent van. Na próbáljuk már meg egy kicsit mozgatni, ha már itt vagyunk, tehát a pozíciót beállítottuk, most áthúztuk a feliratot ide, és mondjuk azt, hogy itt viszont a pozíciója az legyen feljebb egy kicsit. Ja? Na nézzük meg, hogy most mi történik. Nekem azok a zöld pöttyök ott láthatólag biztosan valamit jelentenek. Na nézzük meg, hogy mi történik. Hopp, látjátok? Egy picit finoman mozgott előre. Tehát így tudjátok akár még animálni is a feliratot egyúttal. Ha el akarjátok tüntetni, akkor például meg lehet azt tenni, hogy a legvégére viszitek a feliratnak ide a lejátszófejet, visszamentek az alfára, és itt az alfát pedig beállítjátok nullára, tehát, hogy itt már egyáltalán ne látszódjon. És hogyha most megnézzük az egészet, akkor a felirat mozog, és szépen eltűnik alfába megy.